Györteleken a Fekete István Napokat kapcsolták össze a kerékpárút fejlesztés záró projektjével. A tájékoztató fórum egyik célja a pedagógiai, nevelő és oktató munkát végzők számára a kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak ismertetése volt. A 49-es főútba csatlakozó 491-es számú másodrendű főút belterületi szakaszán épített gyalog és kerékpárút műszaki átadása 2018. december végén volt. A forgalomba helyezési eljárás pedig most ért véget. Ennek eredményeképpen a község komfortosabbá, biztonságosabbá és kerékpáros barát településé vált. Györteleken adottak a lehetőségek belterületen az ecseri út teljesen lefedett kerékpárúttal, Kocsord irányba kültéri kerékpárútunk van, Máté Szalkáig és Csenger irányába pedig szintén kültéri kerékpárúttal kapcsolódik a bel belterületi kerékpárúthoz, és így biztonságosabb lehetőséget ad a spontanásra, és egy, a falunak a látképét is feldobta egy kicsit. Az eseményen Bodó Sándor rendőr ezredes előadást tartott a kerékpárutak használatáról, a szabályos kerékpáros közlekedés eszközeiről, valamint a szükséges kerékpártartozékokról. A gyerekeknek vetélkedőt is tartottak a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében, a felnőttekkel pedig megismertették a Bringázza munkába című országos kampányt is. Ennek célja a kerékpáros munkába járás elterjesztése Magyarországon. A projekt 63 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, az infrastruktúra fejlesztésre pedig 40 millió forintot költöttek.